És végezetül sporthíreink következzenek néhány mondatban. Holoda Péter, a hajdúszobosztói Árpád Ese úszója két ezüstérmet nyerte a Budapest Open kvalifikációs bajnokságon. Március 29-én és 30-án a Komjádi úszodában állt rajtkőre a teljes magyar élmezőny. Mivel kvalifikációs verseny is volt egyben, külföldiek is indulhattak. A rangos mezőny legjobbjai a délutáni döntőkben már az érmekért küzdhettek. Holoda Péter, a hajdúszobosztója büszkesége, a döntőkben mind a két fő versenyszámában 50, valamint 100 méter gyorsúszásban is kiválóan teljesített. Az országos felnőtt csúcstartó mögött a második helyen végzett. Múlt hétvégén ismét asztalhoz ültek a Hajdúszobosztói Saksport Egyesület játékosai. Ezúttal két csapattal csaptak össze. Szombaton Orosházán győzelmet arattak 7-4 arányban. A győzelem többek között annak volt köszönhető, hogy szinte a legjobb csapattal álltak fel, amire ritkán volt példa az egész szezonban. Vasárnap hazai pályán mérkőztek meg Kisvárda ellen, ami 6-6-os döntetlennel zárult. Megfontolt döntéseket hoztak felkészült játékosaik. Hajdú Hanna, csapatuk 8 éves versenyzője megszerezte az első félpontját, döntetlent játszott a sokkal esélyesebb kisvárdai játékos ellen, ami nem kis teljesítmény ezen a szinten. Tájékoztatta a televíziónkat Baranyai Szabolcs egyesületük elnöke. A szezon utolsó mérkőzését április 21-én játsszák Budapesten. A Shotokan Karate Egyesület nagy sikerrel szerepelt a hétvégi Európa kupán. Több mint 1000 versenyző találkozott Egerben, és a szobosztóiak több kupát elhoztak. A versenyről és a győztesekről következő adásunkban részletesen beszámolunk. A tollaslabda diákolimpia döntőjét április 5 és 7-e között rendezték Kiskunfélegyházán. Rengeteg versenyző és szurkoló kísérte figyelemmel a háromnapos versenyt. A hajdúszobosztói versenyzők közül ketten állhattak fel a dobogóra. A második korcsoportos lányoknál B kategóriában Mészáros Petra végzett a harmadik helyen, valamint a zsűri őt választotta a legtehetségesebb lánynak. A negyedik korcsoportos lányoknál A kategóriában Szilágyi Kata is bronzérmet szerzett. A döntőbe jutáshoz nagyon szoros meccsen veszített 21-17 és 21-19 arányban. Ennek ellenére városunk versenyzői kiválóan szerepeltek a 2013-as tollaslabda diákolimpia döntőjén, amihez szívből gratulálunk.